Sziasztok! Hát el is érkeztünk az Egy kis természetismeretnek a második részéhez. Ebben a részben a fürge gyíkot szeretném bemutatni. Hát van is itt a kezemben egy fürge gyík. Csak zoom, zoom. Nem akar zoomolni. Na mindegy is. Hát ez itt, na most rázoomolt. Ez itt egy hát egy nőstény fürgegyék. Ő hát tudományos nevén ugye a fürgegyék az Lacarte agilis. Hát igen, ez egy nőstény. Onnan lehet tudni, hogy melyik fürgegyék a nőstény, meg a hím. Hogy itt a nősténynek, nem tudom mennyire látszik, itt vannak fehér, hát ilyen pöttyei. Plusz hát inkább barna. A hím fürgegyék az meg világos, zöld, és az egész teste zöld, nem ilyen barnás, zöldes. És amit tudni kell róla, hogy elterjedt eurázsiai hüllőfaj, és hát még mivel május van, így legfőképp azt akarom elmondani, hogy ugye most van a párzás időszakjuk a fürgegyíkoknak. És hát ilyenkor a hímek elég sokat harcolnak ugye a nőstényekért, és hát hát ilyenkor a nagy harcokban nagyobb, olyan nagy bajuk nem lesz, csak mondjuk a farkuk leesik, de ugye a fürgegyék az olyan hüllőfaj, aminek regenerálódik a farka, magyarul mondva, visszanő a farka neki. És ha innen leesik a farka, nem tudom honnan, esik le neki. Leesik a farka, akkor vissza is nő neki, úgyhogy ezzel olyan nagy baja nincs, hogyha véletlenül leesik neki a farka. Hogy a párzás időszak után, körülbelül ilyen 5-6 hét után ássa ki a tojásainak, ássa el a tojásait a föld alá. Körülbelül 10-12 tojást rak le, és hát július és augusztus fele kellnek ki a utódok, és rögtön önállóak, így nincsenek ráutalva ugye a szüleikre, hanem rögtön kikelnek, és már mennek a saját útjukra. Úgyhogy olyan nagy bajuk nincsen a kisgyíkoknak, hogy legyen szülői, hát ilyen nagy segítség. Hát ugye a kisgyíkoknak, meg a felnőtteknek is természetes ellensége a egerészőjv, a sündisznó, meg a házi macska, mert ezek vadásznak főként a házi gyíkra. Vagy a házi gyíkra, fürge gyíkra. És tehát elég veszély rájuk néze ez a három faj. Plusz még az ilyen másik hüllőfaj, mondjuk a sikló, meg a többi, ami hát nagyon veszélyt jelent rá. Annyit akarok elmondani, hogy ugye, mivel hüllő, és ugye Magyarországon nem sok hüllőfaj van, így hát a fürgegyík is egy védett faj, úgyhogy legyünk környezetbarátok, és ne bántsuk a gyíkot, én most csak annyira, hát úgymond fogtam meg ezt a fürgegyíkot, hogy bemutassam, hogy ugye, hogy is néz ki, meg hogy mit tudni legfőbb róla. Hát majd még szeretnék egy hím gyíkot is bemutatni, mert ugye, ő egy nőstény. Hát azért majd szeretnék egy hímet is bemutatni. Ha megnézzük, és ugye látszik itt a kezembe, hogy nagyon dudorodik neki hasa. Hát valószínűleg, mert ugye párzás időszak van, lehet, hogy teli van már most tojásokkal. Hopp, az el is szaladt. És hát még annyit tudni róla, hogy ha bántasz egy ilyen fürgegyíkot, akkor ugye, hát mivel védett faj, és hogyha valakinek a fülébe jut, így hát tudni kell róla, hogy nem ő. Hát következmények nélkül, hát azt lehet, hogy nem úszod meg, mert tehát ugye a természetvédelmi értéke egy ilyen fürgegyíknak 25 ezer forint. Úgyhogy hát nem is csak az ár miatt,
Hát ugye a pénz miatt, ugye, hogy 25 ezer forint, hanem szerintem alapból ne is bántsuk a gyíkokat, mert ugye Magyarországnak a szépségei. Ugye, hogy ez a pár hüllőfajta, úgyhogy szerintem becsüljük meg Magyarország hüllőit. És hát szerintem inkább óvjuk a környezetet, mert hát így is ő nagyon romlik a környezet, az ilyen, mondjuk itt a fürgegyéknak, hát nagyon sokat romlik nekik az életük, úgyhogy ezért miatt lettek ők is veszélyeztetett faj. Hát ennek a videónak most vége is lenne. Hát ha tetszett a videó és szeretnél több egy kis természetismeretes részt, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és az előző részt a leírásban megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmet!